kevesebb, mint egy átlagos beteg. Mai nap különleges művelet, egy aligátor költöztetés lesz, hát egészen pontosan két aligátort, egy nagyobbat, meg egy kisebbet fogunk átköltöztetni. Férőhelyüket átalakítjuk, ezért kell ezt a műveletet végrehajtani. Elég régen csináltunk ilyet, régebben ez rendszeres volt, évente többet is. Az elmúlt években nem került ilyenre sor, és hát az aligátorok is nőttek, úgyhogy ezért kértük a fővárosi tűzoltók, illetve a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársainak a segítségét. Hát úgy fogjuk csinálni, két állat van egy viszonylag kisebb, azzal fogjuk kezdeni, hogy akkor igen, és aztán van egy baromi nagy. És akkor mondom, először átkötjük a száját, a hátsó lábat kell még hozzákötni a markához. Ezt mi csináljuk, ja. És akkor utána viszont rá kell húznunk majd erre a leve. Mi ennek a neve? Hordágy. Jó, oké. Okay. Rá kell húzni, ahhoz biztos kell egy csomó fizikai erő, úgyhogy majd ott biztos kell segítség. Ahhoz rögzítjük valahogy, hát egy kicsit az normál betegeknél nagyobb lesz. Igen, de az úgy lesz, hogy az eleje meg a hátulja biztos, hogy lelóg róla, legalábbis a nagy, a kicsi nem hiszem. Laci, gyere! Egy kell kihozni. Első körben behúzódik az óv, megkötözik, a hátsó lábat biztosan megkötözik, reméljük, hogy nem fog vergőzni az állat, a krokodilfélek hajlamosak egy pörgésre, de ők nyugisak. Meg kellett emelni a 337 kilós aligátort, ehhez 7 tűzoltó ereje is szükséges volt, ugyanakkor pedig az a szakértelem, amivel lekötöttük, rögzítettük a mentőágyat. Rendszeresen, évi rendszerességre vonulunk ki állatmentésekhez,